Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm azt, hogy erre az ünnepre elfogadták a meghívásunkat is eljöttek ide. Két dolgot szeretnék mondani, az első egy felsorolás. A köszönet szavának a felsoroló mondatai ezek. Szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik miatt most itt állhatok. És ezek között elsőként én most a családomat említeném, köszönöm Püspök úrnak is azt, hogy ezt megemlítette. Nagyon sokat jelent nekem az, hogy itt vagytok, ilyen szépek vagytok. És csak most kezdem érteni azt, hogy mit jelent az, amikor az ember egy hosszú munkanap után úgy ér haza a családjához, hogy a három gyermeke és a felesége ölelik át. Ez a dolog, ez nekem nagyon fontos, és ezért köszönöm, hogy itt lehettek, itt vagytok. A másik köszönet még mindig Piris felé irányul, köszönöm a pirisi gyülekezetnek azt, hogy elengedett. És ezt nagyon komolyan mondom, mert azzal a szeretettel engednek el engem, amilyen szeretettel ott lehetünk 16 éven keresztül, és ez nagyon fontos nekem, és köszönöm szépen felügyelő úrnak is, hogy el tudott jönni, és azoknak, akik itt vannak, hogy itt is, most is mellette vannak. Szeretném megköszönni az iroda dolgozóinak azt a sok mosolyt, amivel én találkoztam az elmúlt három napban. Én sok mindent hallottam korábban az ülőjük 24-ről, de az, hogy itt mindenki mosolyogva lép oda az emberhez, ez számomra egy nagyon-nagyon üdítő, felüdítő és jó élmény volt. És ezt tényleg köszönöm, mert ezek mögött, a mosolyok mögött valóban egy olyan bizalom, valamire én még nem szolgáltam rá, és én nagyon köszönöm, remélem, hogy egy év múlva is, hogy mennyit fogom mosolyogni. Szeretném megköszönni ezek után azoknak a bizalmát, akik egyhangulag támogatták az én megválasztásomat, akik megválasztottam. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan fontos háttér, amiről szintén Püspök úr beszélt, amire én építhetek, és amire szeretnék is építeni. Valaki egy nagyon jó hasonlatot mondott, azt mondta, hogy egy iroda élén állni az olyan, mint amikor az ember előrefelé küzd teljes erejéből, de ahhoz szükséges az, hogy tudja, hogy a háta mögött biztos háttér van, akik segítik, akik védik. Én hadd kérjem most azokat, akik engem támogattak, hogy ez a támogatás maradjon meg. Ez a támogatás kísérjen el. Kísérjen el akkor is, amikor esetleg nem ilyen ünnepélyes, hanem nehezebb helyzetek és időpontok, pillanatok vannak. Erre én többektől ígéretet is kaptam, és én remélem, hogy ez így is lesz. És hogyha mindez így lesz, akkor a mai Isten tiszteletünknek a kezdő zsoltárára utalva Isten áldását kérem még a saját közösségünkre, mert azt gondolom, hogy ha az Úr nem üti ki a házat, akkor mi hiába fárad az út, és hogyha az Úr nem őrzi a várost, akkor nekünk esélyünk sincsen. De most is az Isten tiszteleten is azt éreztem meg, hogy ha érzi az ember azt, hogy vele van az Úr, akkor az valami hihetetlen erőt ad. Ez az erő kísérjen bennünket, ez az erő legyen velünk. Köszönöm szépen. Erre emelem majd poharomat, de felügyelő úrnak átadom még a szót. Köszönöm szépen, kedves Gyuri, kedves testvérek, tisztelt egybegyűltek. Én mindenek előtt magam is azt az örömömet szeretném kifejezni, hogy ezúttal az országos presbitérium azok után, hogy bár megszüntette az országos tisztségviselőit, státuszát az országos irodaigazgatónak, egyhangulag tudott Krámer Györgyre szavazni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelzés, nem csak kifelé, hanem befelé saját magunknak is. Tudjuk jól, hogy nagyon sok ilyen alkalmon voltunk itt, és Gyuri, ahogy te is céloztál rá, az lenne a jó, ha senkinek az arcára nem fagyna rá a mosoly. Ez egy nagyon nehéz feladat. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert láttam, hogy szegény püspök úr is kilódott, hogy hogy mondjon más, mint hétfő reggel. A számítástechnikai hasonlat és a futball hasonlat között megpróbálva valahogy megtalálni a helyes utat. Nagyon nehéz olyan definíciót találni, és ennek megvan a teológiai mélysége is, ahol a lelki odafordulás és az ilyen típusú felelősség a disziplináris kötelezettség vállalással és ennek az érvényesítésével összhangba hozható.
Ez, ha jól veszem észre, a püspökök munkáját is ez az, ami megnehezíti. Nem lehetnek egyszerre lelki atyák, és ugyanabban a pillanatban olykor-olykor felügyelő, munkaadó, disziplináris főnök. Ez egy nagyon nehéz feladat. És azt gondolom, hogyha nem vagyunk képesek ezt abból a helyzetből megközelíteni, ami mégiscsak egy lutheri elv, hogy mi mindnyájan papok vagyunk itt, akik állunk, függetlenül attól, hogy teológiai végzettségünk van-e vagy sem, és minden munkavégzés, amit mi teszünk, voltaképpen istentisztelet, akkor nem is tudjuk ezt a fajta feszültséget áthidalni. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy ki tekintse a saját maga szolgálatát ilyen értelemben istentiszteletnek, segítse ezzel azokat, és nézek itt felügyelőtársaimra, akiknek olykor bizony a családjuk felé kell elszámolni azzal, hogy mivel töltik az időt az ülői úton. Tehát nagyon kérem, hogy az ilyen típusú felelősséget is vegyétek komolyan. Ez azt jelenti, hogy a döntés előkészítés az legyen jó, professzionális, jogszerű, olyan, hogy valóban döntéseket tudjunk hozni, és ne olyasmivel kellene kilódni, amivel az országos irodának már réges-régen meg kellett volna birkózni. No, kedves Gyuri, ehhez kívánok neked, sok erőt, felelősséget, azt, hogy az egyetemes papságot és a teológiai végzettséggel rendelkező saját papságodat ilyen módon tud közös nevezőre hozni, és ezt valóban csak Isten áldásával fogjuk tudni megtenni. Köszönöm szépen, kedves egészségügyi. Egészségügyi.